Az ABZ drónnak vannak egyedi drónfejlesztési projektje is. Ezen dolgok miatt jött a Sauska borászat irányáról egy érdeklődés, és megkezdődött a közös együttműködés. Elkezdtünk beszélgetni, nagyon nagy szimpátiát találtunk meg egymásban, hiszen mind a kettő cég nagyon innovatív és folyamatosan keresi az újdonságokat, és a piacon mindenképpen vezető szerepet szeretnék mindketten betölteni, és ez a közös érdeklődési kör alapozta meg az együttműködésünket, és most már ez a harmadik szezonunk, amikor kísérletezünk és tesztelünk itt a Sauska borászatban, egyébként rendszeresen járunk Villányba is, illetve ide Tokajba is, és folytatjuk le a teszteket, kísérleteket, amelyet utána az összes magyarországi szőlőtermesztő majd jó eséllyel tud hasznosítani a gazdaságában. Mai napon eljött az, amit már régóta vártunk, hogy egy kicsit mélyebben foglalkozzunk ugye ezzel az egész kísérlettel. Permetező drónokkal teszteket folytatunk, egy UV-festékes technológiával vizsgáljuk azt, hogy milyen mennyiségben tudjuk fedni a levelet, illetve a fonákot, és a fürdzónába is mennyire jut le a drónos kezelés. Nagyon fontos a növényvédelemben a fedettség. Már a korábbi próbákon bebizonyosodott, hogy a felszívódó konvencionális készítményekkel tud dolgozni a drón hatékonyan. Az elmúlt három év tapasztalatai során bátran ki lehetett azt jelenteni, és ki is jelentették már itt a szőlészeti vezetők, hogy a drón technológiát szeretnék mindenképpen integrálni a Sauska borászatnak a napi működésébe. Évről évre egyébként javulnak az eredmények, ugye évről évre fejlődnek a drónok is, és évről évre fejlődik a saját szórórendszerünk is, így minden szezonban egyre jobb eredményekkel tudunk szolgálni. Az idei évben, itt most pedig már csak a finom hangolásról, és már nem arról mennek a tesztek, vagy nem arról szól ez a tesztelés, hogy akarnak-e drón technológiát alkalmazni, vagy nem akarnak, hanem egyértelműen arról, hogy melyik formája lesz ennek a technológiának a legmegfelelőbb a borászat számára. Különleges dűlőink vannak, ahol nagyon meredekség van, sűrű sortáv, traktorral nem nagyon lehet megközelíteni, és csak emberek háti motoros megoldással permeteztük, ami már az utóbbi időben kiderült, hogy az abszolút nem hatékony. Az biztos, hogy a szőlőben történő permetezés hatékony és működik. Az, hogy melyik beállítás lesz a legjobb, ez igazából a rendszernek a finom hangolása. Jelenleg olyan 31 fokban permetezünk. Ennek a szélsőséges időjárási körülményben történő tesztelésnek az a legfőbb célja, hogy vizsgáljuk azt, hogy ilyen cseppkiszáradás mellett egy ilyen nagy hőmérséklet esetén is mi az a cseppmennyiség, ami valóban célba ér, és elegendő ahhoz, hogy megvédje a növénykultúrákat, hogyha bizonyítanak az eszközök és bizonyítanak a drónok ebben az időjárási körülményben is, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy az ideális permetezési körülmények között még hatékonyabban, még eredményesebben tudjuk végezni a teszteket. Legalább 20 beállítást próbálunk, ami mindegyik különböző. Olyan festékkel permetezünk, ami egy ilyen vízfesték, de a színe az UV-fényre reagál, UV-fényre világít. Kipermetezve éjszaka visszajövünk, és UV-lámpákkal megvilágítjuk, akkor gyönyörűen látszik, hogy milyen a fedettség. Meg tudjuk nézni a levél színén, fonákán, fürtön, hajtáson, mindenhol láthatók lesznek, hogy mekkora hány cseppek vannak, milyen méretűek, milyen sűrűek, és ez, ami minket igazán érdekel. Gyönyörű fedettség. Ezek nagyon jó fedettségek, ez a rész. És már itt is van benne, mégpedig ez még mindig fölülről irányuló. Különböző sorokon, ahol különböző lémennyiségek, különböző sebességek mellett vizsgáltuk a drónnak a teljesítményét. Ezekben az esetekben meg fogjuk külön-külön nézni, hogy melyik beállítás az, ami a leghatékonyabban működik ezekben az ültetvényekben. Egészen változó képeket kaptunk. Nagyon különbözőek az eredmények. Egyenlőre, amiket látunk, hogy vannak olyanok, aminek még nem értjük a logikáját, hogy mondjuk miért annyival rosszabb, vagy annyival jobb. Volt kettő kezelés, ami nagyon ígéretesnek bizonyult, de hogy mi okozza azt, hogy annyival jobb volt az a kettő, mint a többi, az még kérdéses. És a másik érdekesség, hogy ez a kettő, ez két különböző drónnak volt a legjobb eredményei, ami igazából ott volt egymás mellett. Az akár lehet az is, hogy a széljárás volt akkor nagyon kedvező. Lehet, hogy a festéknél volt valami esetleg, ami változó lehet. Még nem tudjuk. Megvizsgáljuk.
Mindenki, aki ma Magyarországon vagy a világon bárhol mezőgazdasággal foglalkozik, a drón technológiát előbb-utóbb be kell illeszteni a gazdaságába. Itt talán az lehet a kérdés, hogy milyen mértékben tudja beilleszteni ezt a technológiát. Tehát a jövőbeli célja nem az nekem, hogy csak ezeken a területeken, amiket olyan nehezen megközelíthető használni. Persze ez is kell, de akár a traktoros permetezés mellett ki tudja egészíteni akár mindegyik kezelést, mert csak a permetezés miatt kéne még egy traktort vennie a cégnek, akkor nem kell még egyet venni, elég egy drón. És az már annyira kisegíti az egész növényvédelmet, hogy beleférünk időben is egy permetezési ciklusban. Valljuk be őszintén, a robotizálás a jövő. És ha ez automatizálni tudjuk néhány év múlva, szerintem nincs olyan messze, mint amennyire gondolják sokan, akkor nem kell majd ember. Az időjárási körülményeknek ki vagyunk téve. Tehát egy olyan soron, ami ugye már művelt, a csapadék után végig menni a traktorral, az rémálom, sok kárt okoz. Vagy beszélünk mondjuk a 2010-es évjáratból, ahol egy hónapon keresztül nem lehetett bemenni traktorral a szőlőkbe. És ide is hegyaljára is helikoptereket béreltek, és azokkal permeteztek. Ha ki tudok menni egy légi permetezéssel, ami nem csinál semmi taposási kárt, hát az egy kincs.